A néphagyományban több ezer éves bölcsesség van, és meggyőződhetünk arról, hogy a legszegényebbek sem mondtak le a művészet vigasztaló erejéről, hanem megteremtették azt maguknak. Ide tartoznak az adomák, a vicces történetek, amelyek találóan jellemzik népünk észjárását, lelkivilágát és életmódját. Sok szép és hasznos népszokás van, amelyre ma már csak mi aranykorúak emlékezünk. Például a komatál. Falun az éppen frissen szült asszonynak a komák, a rokonok, a barátok hetekig ebédet vittek, hogy ő pihenjen és csak a babával foglalkozzon. Én is részt vettem egy ilyen komatálnak az elkészítésében. Igaz, hogy ennek volt egy kicsit kellemetlen része. Tudnélik, az történt, hogy a barátoméknál voltam vendégségben, ahol is megkértek, hogy a kuktában főtt húslevest szűrjem le, mikor elkészült. Na már most, mivel nekünk otthon nem volt kuktánk, nem tudtam, mikor kell kinyitni a fedelét. És addig ügyeskedtem, hogy a leves egy része a földre és egy részre a plafonra csapódott. A nagy robajra bejöttek a háziak. Én azt hittem, hogy elsüllyedek szégyenemben, mert még sárgarépák is voltak a plafonon. A házigazda egy kis szünet után megkérdezte, a sült krumplit is oda tálalod? Félretéve a tréfát, én azt hiszem, hogy a mai kismamák a sok játék és babaholmi helyett jobban örülnének a komatálnak. Nem múlhat el népi rendezvény a Vajdaságban, sőt a Kárpát-medence magyar lakta vidékein sem, ahová nem hívnák meg a majd 40 éve működő Tornyosi Citera zenekart és asszonykórust. Az idei Oromhegyesi hagyományőrző népművészeti vetélkedőn, a Gazdagágon ismét ők vitték el a babért immár harmadízben. Ennek az az oka, hogy a faluban nagy gondot viselnek a hagyományokról, mondja a helyi művelődési egyesület vezetője. Jó első érzés, amikor megismerik az embert az utcán, megismerik külföldön. Szegeden voltam máma, és egy ottani Magyarország nyakamba borult, hogy friszikém, de régen láttalak, mikor jöttek már megint mi hozzánk. És akkor ez van, hogy nagyon sok személyi, baráti kapcsolat kialakult ennek köszönhetően jóformán az egész Kárpát-medencében. A hagyományőrző vetélkedő idei témájának a szerelemnek a gyerekkorra eső része és az ahhoz kötődő helyi anekdóták, szólások, szokások jutottak a tornyosiaknak feladatul. Mi is voltunk valaha fiatalok. Hát mi volt? Akkor az volt, hogy esetleg megrángatta a haját a kislánynak, de azért már szerette. Vagy megmutatta neki a csótányát, amit kifogott, vagy a pókját, a kisfiú. A kislány is azért hát addig izgett, mozgott, sűrűt fordult, mikor valamilyen társas játékot játszottak, vagy közös játékot, hogy csak oda húzódott, aki neki tetszett, fiúcska. És akkor ez így alakult ki a gyerekkorba. És nagyon érdekes, mert ez a gyerekkori szerelem, ez megmarad. Mindig valami olyan különleges témát kitalálnak, ami erre a régi életünkre emlékeztet, amit valamikor tényleg mi magunk is csináltuk. Gyerekszerelem az valahol a tánciskolával fejeződik be, mert utána már kezd komolyodni a dolog, és akkor találtunk ugye olyan képet, fényképet, ami a tánciskolába készült a vizsgabálon, és az egy nagyon nagy esemény volt mindig a faluban annak idején, mert ott ugye öltöztették a lányokat, a fiúkat, és az zsebkendőket tűzték a fiúkra, a lányok pedig virágot kaptak, vagy pedig később képeslapokat, így fejezték ki a szimpátiájukat. És akkor ez volt a gyerekkori szerelemnek praktikusan az, amikor a határa vége, és akkor utána már komolyra fordult.
a komolyra forduláshoz, nevezetesen a családalapításhoz és a megszületett gyermek és édesanyja látogatásához fűződő hagyománynak, az úgynevezett komatálnak a felelevenítését az Entagunarasi Hagyományápoló Egyesület tűzte ki magának feladatul. Jöttek is a környező településekből az asszonyok mindenféle finomsággal megrakott kosarakkal, ami a baba látogatást és az újdonsült kismama étkeztetését szimbolizálta. Sőt, be is öltöztek, ahogyan az valamikor szokás volt, takaros lingelt fehér köténybe, válkendőbe. Rokonság vitte a komatálat, amiben minden finomság volt. Kandliba van a krédli leves, a tojásos hús, amiből megfőtt a leves, fasírt, vagyis húsgolyók, van tőtött kisgalamb, hájas kifli, üres kalács, torta, megybefőtt. Ez régi szokás, de mi még tartjuk a családba, bár is én igen. Én még szoktam vinni a rokonoknak, a családban születik újszülött, akkor viszünk nekik. Minden kosárba lakunk, hogy a család egybe maradjon. A látogatók is pénzt tesznek a kisbaba feje alá, hogy pézes legény vagy lány legyen, meg a kezibe is gyugnak egyet, és ha szorítja, akkor majd zsugori lesz, szorítja a pénzt, nem engedi ki a kezibe, ha pedig, akkor meg elmulatja. Az ősrégi szokásra, amelynek az volt a célja, hogy néhány hétig megkímélje az újdonsült kismamát a ház körüli feladatok végzésétől, faluhelyen még emlékszik az idősebb nemzedék. Nekem nagyon jó esett, amikor hoztak enni. Jóban nem otthon szültem mi mákó, de elég hamar hazaengedtek is. Nehéz volt. Minden nap másik vitte, tehát volt a anyuka, mama, hogy így mondjam, akkor a szomszédok, a koma, és akkor beosztották, hogy az első 10 nap vagy 2 hétén ne kelljen neki dolgozni, mert gyönge volt. És akkor mindig, minden nap másik vitte itt látszik, ugye mi van főhozva, és de ez megkopott, ugye, ahogy haladtunk előre a rohanó világba, hát talán most már nagyon kevés helyre mennek el, még akkor visznek csak ajándékot, vagy egy tortát a cukrászdábú, de régen minden saját maguk csináltak. Szerintem a dédszülőktől kezdve bennünk is maradt tulajdonképpen. Ma már ugye nem praktizáljuk, mert ma már ugye sokkal egyszerűbb a kismamák élete, meg valahol nem is igazán úgy értelmezik, úgyhogy az utóbbi időben esetleg egy fagyasztott csirke kerül, meg nem tudom én, valamilyen édesség. Balassa Irénke férje családjának szokásait vette át. Azt mondja, anyusa 18 gyermeknek adott életet, volt kitől megtanulnia. Akkor még egybe vitték a kakast, és ha fiú született, akkor kakast. Ha lány, akkor tyúkot vágtak. Tehát ez volt a szabály, a törvényes. És akkor mellé ilyen krumplifasírt van, a rétes pedig így ilyen kerek tepsibe is csak így vitték. Túrósa kezdődik, akkor mákosa folytatódik, és diósa, így körben. Sok szép szokás volt, keresztet vetettek, ha jöttek a kisbabát meglátogatni. Az egy szentelmény volt a kisbaba. Ma is imádjuk és szeretjük őket, de ez a mély tisztelet szűnt meg, változott át. Fontos, hogy a fiatalabb generáció, ha már nem is tartja ősei hagyományát, de legalább tudjon róla, mondja az esemény szervező, hagyományőrző egyesület elnöke. Ezek nem múljanak feledésbe. Hogy ezeket tartsuk meg, ez maradjon, meg tudjunk róla, hogy ez igenis volt, ezt csinálták, és ne szégyeljünk ilyesmit, se foglalkozni, se tovább adni, sőt, még megtartani se. Azt szokták mondani, hogy egy nemzet hitében és hagyományaiban él. Ezt pedig közvetlenül is megtapasztalták azok a menyecskék, akik a babaágynál a rokonság törődő szeretetét megérezték. Azt, hogy a közösség mellettük van, és van kire támaszkodniuk.
Akadémia indul idős gondozó képzésére Szabadkán. Oktatásuk a Szociális Védelem Fejlesztése elnevezésű Szerbia és Horvátország határán átnyúló IPA projekt keretében valósul meg. A több mint 500 000 eurós uniós projektben a Szabadkai Gerontológiai Központ mellett az apatini, gyakovói, eszéki idős otthonok is részt vesznek. A cél az idős személyekről való gondviselés fejlesztése, a partnerintézmények gerontológiai klubjainak felújítása és a határon átívelő szaktudás és tapasztalatcsere. Mivel nagy hiány van az idős személyek gondozóiban, Horvátországban és Szerbiában is egyaránt, ezért Szabadkán a gerontológiai központhoz tartozó egyik klubban indítják az egyéves képzésüket. Eddig nem volt iskola, ahol ezt tanulnák. Nekünk szükségünk van az ilyen szakosítással rendelkező emberekre, mind a gerontológiai központnak, mind a Kolévkának és más szociális intézményeknek is egyaránt. Egy európai képzési programot akarunk felállítani, amelyet egyformán elismernek az EU-ban és Szerbiában is. Az oktatásba az egészségügyi főiskolát és a felnőtt oktatással foglalkozó nyitott egyetemet is bekapcsoljuk, és nem csak egyszeri alkalommal az uniós projekt részeként, hanem állandó oktatóintézményként működne. A gerontológiai központ igazgatója elmondta, mivel több nemzetiségű környezetről van szó, ezért fontos, hogy a nyitott egyetem és a felső egészségügyi iskola is be legyenek kapcsolva az oktatásba, mivel magyar ajkú oktatóik is vannak. Gondot viselünk arról, hogy minden felhasználónk a saját nyelvén tudjon kommunikálni. Ez törvényes kötelezettségünk, de a gondozottak sem tudják szükségleteiket kielégíteni, ha ahhoz tolmácsra vagy fordítóra van szükségük. A mi célunk, hogy az alkalmazottaink, amellett, hogy magas szakképesítéssel rendelkeznek, tudásukat a környezet nyelvén is ki tudják fejezni, és meg tudják valósítani. Az első 100 indulónak a program ingyenes lesz, utána viszont az oktatásért tandíjat kell fizetni, amiből az oktatókat és egyéb szolgáltatások nyújtóit fizetik. Az igazgató azt is elmondta, hogy tervben van a szociális védelem terén egy demenciós központ alakítása, amely a betegség vizsgálatával és megelőzésével foglalkozik majd. Tevékenységei arra irányulnak, hogy a szélesebb társadalmi közösség is megtanulja a demenciót közvetlen környezetében felismerni, és megoldást találni a demens személyek elhelyezésére, ellátására. A szokásos reggeli munkamegbeszélést tartják az ápolók és koordinátorok a szerbiai Kolping Társaság civil szervezethez tartozó, az idős és beteg személyek házi ápolását végző Vitaplan újvidéki központjában. A nap folyamán 4 idős szemét kell a 2 terepet járó ápolónak meglátogatnia, és a szokásos vérnyomás és vércukorszint mérése, meg az egyszerű testgyakorlatok végzése mellett az általános egészségügyi állapotokat felmérni. Hármuknál a gyógyszert kell kiváltaniuk és a napi beszerzést elvégezni. Egy idős szemét pedig szakorvoshoz kell kísérni, és mivel nehezen jár, haza is szállítani. Egyikőjüknél a személyes higiéna végzésnél kell segítkezniük. A gerontó szolgálatokat Kovácsevics Milica és Veszna Bielkics végzi a hét minden munkanapján. Újvidék meg a környező települések Futak, Veterni, Karlóca és Kamonc szépkorú személyeit látják el. Ez alkalommal a 86 éves Kamonci Mosorinszki Zórához sietnek. Zóra egyedül él, családtagjai, unokái távol laknak tőle, viszont az egykor aktív életet élő, mára azonban a lakáshoz kötött, magas vércukorszinttel és izomgyengeséggel küzdő idős asszony ragaszkodik otthonához. Ameddig csak lehet, el szeretné kerülni az otthonba való költözést. Ápolói ebben a szövetségesei, boldogan köszönti őket. Nem tudok nélkületek boldogulni. Mi
Milica és Veszna ellenőrzik Zóra vérnyomását és vércukor szintjét. Az adatokat a kartonba írják, közben kicsit beszélgetnek. Ápoltjuk örömmel újságolja, hogy a napokban várja a harmadik dédunoka születését. A két fiatalasszony mindent tud róla. Zóra szinte családtagoknak tekinti őket. Az övéi másút élnek, és a sok kötelezettség miatt ritkán látogatják. A leginkább attól rettek, hogy gyönge lábai felmondják a szolgálatot, elesik és nem tud önerőből felkelni. A szomszédok segítenek. Kinyitom az ajtót, és a mellettem lévő lakásban két albérlő van, egyetemisták. És ha a lakásom mellett mennek el, akkor beintem őket, hogy segítsenek. Látják, ez az én utcám. A szomszédom ültetett itt mindent. Zóra hadjárvaként gyerekkorában otthonban nőtt fel. Ezért viszonyog attól, hogy idős napjait is otthonban töltse. Szereti a lakását, különösen a teraszát, ahonnan szép a kilátás az erdős környezetre. Nem szeretnék megválni a lakásomtól, amíg nem feltétlenül szükséges. Ha már nem tudok magamról gondot viselni, meg a fürdőszobáig eljutni, akkor nem fogok ellenkezni csak azért, hogy senkinek se legyek a terhére. Milica és Veszna kicsit kitakarítanak, és rendbe hozzák Zóra ágyát. A legjobban annak örülök, amikor megfürdetnek. Nagyon jól érzem magam utána. Úgy örülök nekik. Nagyon szeretem őket. Nagyon fontos, hogy a családdal rendszeres kapcsolatban legyünk, mert mi vagyunk azok, akik jobban átlátjuk a dolgokat. Ők csak felületesen informáltak. Amikor rosszul érzi magát, mint az utolsó fürdetés alkalmával, rögtön telefonáltunk az unokájának, aki a gondját viseli. Ilyen helyzetben, bár általában egy órát szoktunk a felhasználóinkkal tölteni, tovább maradunk, és a nap folyamán újra felhívjuk, hogy lássuk, jobban érzi-e magát. Zóra kontakta gomnyomásos segítő riasztó szolgálatnak is a felhasználója. Ha rosszul érzi magát, egy gomnyomásra segítség érkezik. A szerződéskötéskor megadtuk a felhasználó egészségügyi adatait, a terápiát, amit használ, és amikor riasztja a központot, tudják, kiről van szó, és milyen egészségügyi állapotban van a páciens. A szerződésben mindig a legközelebbi családtag is fel van tüntetve, akinek rögtön jelentik, ha baj van. Az első segéllyel is össze van kötve, és ha szükség van rá, kihívják. Milica azt mondja, 15 éve végzi ezt a munkát, amely elsősorban együttérzést, empátiát követel, hiszen a legfontosabb feladatuk, hogy az idős egyedül élő személyeknek lelki támaszt nyújtsanak. A legnehezebb, ha elveszítjük az ápoltunkat, az a legnehezebb, a többi nem gond. Igaz, hogy az emberek otthonaiba lépünk, az intim szférájukba, és azzal is tisztában vagyunk, hogy nem fogadnak el bennünket rögtön, és hogy mérisgélik, támaszkodhatnak-e ránk, bizalmat keltettünk-e, de ha helytállunk, akkor már nagyon szoros a kapcsolatunk. Mi mindig magunkat adjuk, de azt nem várhatjuk el, hogy ezt rögtön viszonozzák. Lassan a munkánk által fogadnak el bennünket. A szerbiai Kolping Társaságnak több fiatalokat és idős személyeket érintő programja van, mondja az elnöke Lengyel Anna. A magányosan élő idős, mozgó vagy mozgásképtelen személyek házi ápolását 5 éve végzik, elsősorban a család megsegítésére. Állandó kapcsolatban vannak a családtagokkal, ápoltjaikat pedig amellett, hogy otthon ellátják és az orvoshoz is elkísérik, ingyen juttatják olyan segédeszközökhöz, mint a járókeret, a felfekvést meggátoló különleges matrac vagy a tolókocsi. Az úgynevezett gerontó ápoló képzését is megszervezik. Nagyon nagy kihívás ez, hogy megtaláljuk a megfelelő személyeket, de viszont akit úgy találjuk, hogy megvan benne ez a munkához való alázat és ez a szeretet, amit tulajdonképpen szükséges ahhoz, hogy ezt a munkát elvégezze, akkor a munkát azt már magát a folyamatot, mint munkafolyamatot, azt be tudjuk tanítani.
Minden egyes ápoltnak személyre szóló szolgáltatást terveznek azzal, amire leginkább szüksége van, és amit vele és a családjával előzetesen egyeztetnek, mondja Lidia Banjur koordinátor. Nagyon fontos, hogy az ápolt minél tovább a saját megszokott környezetében maradjon, lakásában vagy családja körében, ahol érzelmi támaszt kap, és ez felbecsülhetetlen a gyógyulás folyamatában. Ápolóink tanúsítvánnyal és nagy tapasztalattal rendelkeznek. Az érzelmi támaszt különösen fontosnak tartjuk, mert bebizonyosodott, hogy a szép szó, a türelem és elkötelezettség nagyon fontosak a terápiában. Ha van egy személy, aki meghallgatja, és akire az ápolt támaszkodhat, annak ára nincs. A Vitaplánban a közeljövőben klubhelység nyitását tervezik, ahol az idősek barátkozhatnak, és ahol fizikai és pszichikai erőnlétüknek megfelelő aktivitásokat szerveznek majd. Magyar Kanizsa peremén egy kertes házban él a ciroktermesztésről egykor elhíresült vidék legidősebb és egyben legtapasztaltabb söprűkészítő mestere, a 87 éves Kriska Feri bácsi. Korát meghazudtoló fürgeséggel végzi a ház körüli munkát és szenvedélyét a söprük gyártását. A hátsó udvarban berendezett kis műhelyben halmokban hever a különböző színű, hosszúságú és minőségű cirok. Nem múlik el nap, hogy Feri bácsi ne időzne itt néhány órát. A keze repül, míg a círok között válogat. Ahány fajta söprű van, a legpicikéből a legnagyobbig, mindegyiknek külön ki kell válogatni a hosszúságot, hogy minél gazdaságosabban legyen kihasználva a círok, minél kevesebb hulladékból elő lehessen állítani, mert a círok termelés rengeteg kézimunkát igényel, és nagyon drága a círok. Tehát vigyázni, minden szálnak a megfelelő helyre kell kerülni, hogy a minimális hulladékja legyen. Feri bácsi tudja, miről beszél, hiszen nincs olyan, aki nála jobban ismerné a szakmát. Valamikor rég 24 évesen kezdte a söprüket gyártani, az újonnan nyitott gyárban. A kanizsai rét akkor a jó minőségű cirokról volt ismert. Az itt készült söprüket egész Európába szállították. A 120-130 munkás naponta 5-6 ezer darabot is legyártott, aminek a 80%-át külföldön értékesítették, svájci vagy francia frankért, meg német márkáért. Kanizsának szinte jelképe volt, nem volt Európában olyan ország, ahol azok, akik foglalkoztak a söprű kereskedelemmel vagy forgalmazásával, kanizsai söprűgyárról nem volt ismerős. A környéken több száz cirok termelő volt, a lakosság egyharmada ebből a kultúrából élt meg, és bár a söprűkészítés virágzó iparág volt, Feri bácsi szerint azért ment csődbe 16 évvel ezelőtt, mert nem becsülték meg kellőképpen. Ebbe a társadalomban soha nem ismerték el szakmának, mindig azt mondták, hogy ez csak egy ilyen házi ipar, amit öregapánk is tudott csinálni. Igen, az is meg volt, mert akkor még úgy csinálták, hogy elég volt hozzá egy kis szék, egy kötél, egy pár vessző, meg az a kóra, ami termett kanális parton, útszélén, minden irányba termett, meg minden sarokba, és abból megcsinálták a söprűt család részére, rokonság részére. De most utólag ugye már annyira fejlődött ez a söprű készítés is, hogy modellgépe.